Köszöntöm nézőinket, Gulyás Anita vagyok, Önök Völgységi magazinunkat látják, nézzük mai adásunk tartalmát. Új kerékpárutat adtak át Kakasdón. Első alkalommal szervezett mozgásra ösztönző napot a Parhant. Katonai hagyományőrzők és lánglovagok lepték el május utolsó hétvégén Bonyhádot. Hagyományoknak megfelelően gyereknapot tartott a bonyhádi iskola. Új kerékpárutat adtak át Kakasdón. A helyiek már egy ideje használhatják a közel 800 méteres szakaszt, és most is rengetegen tekerték azt végig. A cél, hogy a völgységi települést így néhány éven belül Szekszárddal és Bonyháddal is összekössék. Kerékpárra is rollerre pattantak a kakasdiak az új bicikli útjuk átadóját követően. Rengetegen szelték keresztül a most átadott szép tölgyesig vezető közel 800 méteres szakaszt. Én itt voltam először, szerintem nagyon jó, mert kint vagyunk a levegőn, és akkor sportolunk is, mert ja, sétálni kell. A szakasz nemrégen készült el az átadásra, pedig most került sor, így a helyiek már gyakorta használhatják azt, és bizony sokan is tesznek így. 2022-ben már használhatóvá vált, kakasdiaknak egy ilyen szemléletformáló akció keretében ezt át is adtuk, azonban további munkálatok voltak a pályázattal, egy ellenőrzés is kapcsolódott hozzá, ahol természetesen mindent rendben találtak, és ezen a napon ma ezt szerettük volna itt megünnepelni ennek lezárásával. A kerékpárúthoz szükséges forrás közel teljes egészét egy topos pályázaton nyerte a település. Az önkormányzatnak így mindössze nem alig 2 millió forintot kellett hozzátennie a beruházás költségeihez. Egy több mint 2 kilométeres kerékpáros hosszról beszélünk. Ennek része egy kerékpárút, 782 méteres, ahol vízzel vezető árok van végig, és a hatos út mentén kapcsolja össze Kakasdót a szép tölgyesi település részsel, és két darab áteresz is megépült, valamint a már meglévő belterületi kerékpáros sávot kapcsoltuk össze kerékpáros nyomvonal kijelöléssel, ahol a közvilágítás bővítések megtörtént, kandeláberekkel és lámpatestekkel, és a már említett meglévő belterületi kerékpáros sávhoz további kerékpáros nyomvonal kijelölése történt a Kakasd központjában. A szakasz tehát a már most is működő biciklisávra fut rá, ami keresztül halad a falun. És bízunk benne, hogy ez a kis hossz, ami számunkra nagy jelentőséggel bír, egyszer bekapcsolható majd egy olyan országos, megyei járási kerékpárhálózati fejlesztésbe, hogy ez a kis szakasz annak része lehet. Az átadón Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a tervek már készen vannak ahhoz, hogy Kakasdót kerékpárutakkal a szomszédos Szekszárddal és Bonyháddal is összekössék. Több tervünk készült arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne a megye településeit így összekötni, a már meglévő kerékpárutak, illetve a majdnem megvalósulókat. A szervezők kürtös kalácssal kedveskedtek azoknak, akik az átadót követően végigmentek az új kerékpárúton. Mozdulj a Parhant, sport és egészség nap! Ezzel a címmel hirdette meg mozgásra ösztönző eseményét a Parhant. A település vezető fejében már korábban megszületett a rendezvény megszervezésének ötlete, ahol több mozgásformát ismerhetnének meg az érdeklődők, de külső tényezők miatt csak most valósulhatott meg. A résztvevők száma a szervezőket is meglepte. Lelkesen követik az oktatói utasításokat az aparhanti tornateremben összegyűlt sportolni vágyok. A mosoly sem hiányzik az arcokról, ami arról árulkodik, hogy a rendezvény elérte a célját. A téli időszak után többünk fejében megfogalmazódik, hogy jó lenne valamit mozogni. A Mozdulj Aparhant sport és egészségnap remek alternatívát kínált a különböző mozgásformákkal való ismerkedésre. A település első ízben szervezte meg a nagyszabású sportrendezvényt. Ez egy régi vágyam volt, hogy megpróbáljak egy ilyen programot szervezni, már a 2020-ban is próbálkoztam, csak akkor sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtam megvalósítani, úgyhogy most került erre sor. Egy előadással nyílt a rendezvény, a házi orvosunk tartott az egészséges életmódról egy előadást, ezt követően pedig különböző mozgásformákat próbálhatnak ki az arra érdeklődők. Úgyhogy különböző mozgásformák lesznek egészen fél kettőtől fél hatig. Olyanokat, amikhez alkalmas a tornatermünk nyilván, és könnyen mozgatható, tehát a gymsticket, a TRX-et, a jogát, a gerinctréninget, illetve Béres Alexandra óráját fogjuk itt megvalósítani.
A rendezvény nem csak a helyieket mozgatta meg, a környező településekről is érkeztek a mozgásformák iránt érdeklődők. A hétköznapok folyamán ez idáig nem volt lehetőség szervezett formában sportolni a településen. Sajnos nem nagyon van erre alkalom a településünkön, kevés az érdeklődő, és pont ezért szerettem volna erre lehetőséget nyitni. Szerintem sokan félünk egy fitness terembe benyitni, hogy mi is a számunkra megfelelő mozgásforma, úgyhogy ennek szerettünk volna egy teret adni, hogy kipróbálhassák, feltessék a kérdéseket, úgyhogy ez egy ingyenes program, ami teret ad ennek a lehetőségnek. Önkormányzati önerőből biztosítottuk, úgyhogy a helyieket és persze a környező települések érdeklődőit is sok szeretettel várjuk. A szervezők nem titkolt célja az volt, hogy egy hölgyeket megszólító sportnappal készülnek, de ennek ellenére voltak vállalkozó szellemű, a mozgásformák iránt érdeklődő férfiak is. Ennek is nagyon örülök, hogy eljöttek, segítenek is a rendezvény terepnek a kialakításában, úgyhogy őket is igazából nyitottak vagyunk mindenkire. A polgármester asszony is megfogalmazta, hogy az egészséges életmód egyik titka a rendszeres mozgás, a másik pedig a stresszes életmód háttérbe szorítása. Utóbbi nehezebben kivitelezhető, de hogy mire érdemes figyelni az egészségünk érdekében, erről a Parhant házi orvosa tartott egy előadást az érdeklődőknek. Az egészséges életmódnak több faktora van. Ez egy komplex kérdés. A legfontosabbak az egészséges táplálkozás, a mozgás, a stresszmentes életmód, a jó alvás, a jó egészséges társas kapcsolatok és a függőségektől mentesség. Egész Magyarországról elmondható, hogy ezeken a területeken van mit fejlődnünk, de azért dolgozunk minden hétköznap rendelési időben és túl is, hogy ezen fejlesztünk, ezen a területen a lakóknak a hozzáállását. Hogy megelőzzük a krónikus betegségeiket, illetve lassítsuk azoknak a lefolyását. Az egészségkultúránkon van mit fejlődni, és sokkal könnyebben nyúlnak az emberek egy jelentős része gyógyszerhez, mint hogy a nehezebb utat válassza, mert lássuk be, a teljes életmódon változtatni komoly elhivatottságot és komoly energiabefektetés igényel. És ezen dolgoznia kell nem csak az egészségügynek, de a pedagógus társadalomnak, az egészségügyi irányításnak és az oktatási irányításnak és a szociális szférának együtt, hogy ne csak az egészségügyben érünk el eredményeket, hanem már az egészségnevelés területén is jelentős változásokat érhessünk el. Ehhez pedig az ilyen és ehhez hasonló rendezvények is nagyban hozzájárulnak. A tájékoztatás az nagyon fontos. Az egészségnevelés már az anyamében kell elkezdeni, amikor a terhes, várandós anyát megtanítjuk arra, hogy hogyan táplálkozzon terhessége alatt, hogy egészségesebb gyermeket szüljön. És ez az egészségnevelés a gyermek egész élete folyán folytatódni kellene, mind a felnőtt élet során. Úgyhogy ez a legalapvetőbb, mert minden embernek az első életmód oktatója az édesanyja. És először a szülőket kellene megtanítani arra, hogy hogyan neveljenek egészséges gyermekeket, és hogy utána egészséges felnőttek legyenek belőlük. A délután folyamán szűrővizsgálatokkal is várták az érdeklődőket, lehetőség adódott vérnyomás és vércukormérésre. A mozgás és a rendszeres szűrővizsgálatok kardinális szerepével mindenki tisztában van. Fontos, annál inkább, mert sajnos kettes típusú cukorbeteg vagyok. Tudom jól, hogy sokat kellene mozogni, vagy még többet, de az akaraterő hiányzik. Rendszeresen járok sétálni. Igyekszem, hogy a 7500 lépés meglegyen, ha napközben annyit nem mozgok otthon, vagy annyi lépésem nincs, akkor elindulok egy kicsit a városba, vagy városon kívül. A település sokakat megszólított az első alkalommal megszervezett Mozdulj a Parhant sport és egészségnappal, ahol a szűrővizsgálatokon túl többféle mozgásformával is megismerkedhettek a lelkes érdeklődők. Katonai hagyományőrzők és lánglovagok lepték el május utolsó hétvégéjén Bonyhádot. A településen ugyanis idén is megtartották a már több mint egy évtizedes múlttal bíró tematikus fesztivált. Látványos felvonulással indult a szombati nap programja a Bonyhádi vásártéren. Itt tartották ugyanis a lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóját. A terület háborús relikviákkal és hatástalanított fegyverekkel telt meg. Ez a Wehrpass, ez szolgálati könyv, a német katonák részére volt kiállítva. Akkor ez a külföldieknek szóló munkakönyv. Ezt a külföldiek kapták, hogy vittek Németországba, gyárakba, üzemekbe, azoknak volt a könyve.
akkor ez erádos, ez a Reich Arbeitdienst, ilyen szolgálati könyv. Jaj. A Mein Kampf, 1939-es kiadású. Ezt a fajta Mein Kampfot adományozták a mennyasszonynak házasságkötéskor, ezt mennyasszony kapta meg. Az ilyen szép, ilyen aranyozott a oldalai, és ez meg 1939-es. Igen, 1939. Csak ez a birodalmi Németországban nyomott. Igen, ott készült. Tábori telefon, eredeti bontatlan kötszercsomag, 1941-es. Akkor a Kar 98-as Mauser puskának a tisztítókészlete. Akkor egy borotva, még eredeti bőrtokkal, papírtok. 8 éves volt, amikor kaptam a nagyszüleimtől bélyeget, régi pénzeket, és akkor elkezdődött ez a gyűjtési hobbi. Sokan nem is gondolnák, mekkora kultusza van idehaza a világháborús hadieszközöknek. Az ilyen tárgyakat rengetegen gyűjtik, és alkalomattán szívesen mutatják is be büszkeségeiket. Ez egy TT-33-as szovjet pisztoly. Hát itt van rajta a csillag. Igen. A lánglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozójának több mint 10 éves múltja van már. Bonyhád városa pedig rendre támogatja a programok megrendezését és az ott résztvevő civil közösségeket is. Bonyhád város polgármestereként büszke vagyok arra, hogy abszolút civil kezdeményezésre egy olyan hagyományt tudtak teremteni az egyesületeink, amelynek most már nem csak a megyén, hanem az országon túl is nyúlnak a szálai, hiszen nagyon sok vendég érkezett erre a hétvégére a városunkba. Én szívből köszönöm nekik, hogy ilyen lelkesen és telekismeretesen őrzik ezeket a katonai hagyományokat és ápolják a múlt örökségét. Bonyhád város önkormányzata természetesen támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületet, mind pedig a hagyományőrző egyesületet annak érdekében, hogy a céljaikat meg tudják valósítani. Bízom benne, hogy sokáig fennmarad ez a rendezvény, és még jobban kinövi magát, hogy még többen megismerje Bonyhádot. A mostani haditalálkozó egész hétvégén át tartott. Rodeobika, ugrálóvár, csillámtetoválás és sport. Ezek a program elemek színesítették a Bonyhádi Általános Iskola idei gyereknapját. Az intézményben hosszú évekre nyúlik vissza a hagyománya, hogy ilyenkor nem az iskolapadba szorulnak a nebulók. Hogy mi aratta a diákok körében a legnagyobb sikert? Rövid összefoglalomból kiderül. A Bonyhádi Általános Iskolában hagyományos, hogy az oktatás mellett olyan programokat is szerveznek a diákok számára, ahol a kikapcsolódáson van a hangsúly, így a gyereknapról sem feledkeztek meg, ahol a fiatalok kreativitása is szerepet kapott. Ez a gyerekekről szól, legalábbis szeretnénk hinni, hogy örömmel fogadják a programokat, és szívesen vesznek rajta részt. Így van ez a mai napon is, szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk. Az egész programsorozat egy eredményhirdetéssel indult. A napokban, hetekben rendeztük meg az iskolai papírgyűjtő versenyt, ahol közel 40 tonna papírt gyűjtöttek össze a tanulók. Ennek az alsó és felsős eredményhirdetésével indítottunk, majd pedig az még ennél is szabadabb programok vették át a helyet. El lehet mondani, hogy alsósok és felsősök külön-külön programokon vehetnek részt. Én azt gondolom, hogy ha itt körbenéznek a nézők, akkor láthatják, hogy próbáltunk gondolni mindenkire, és alapvetően a könnyedebb, sportos, játékos feladatokat terveztünk. A gyerekek egy része az ugrálóvárban ugrálhatott, ezen kívül a rodeobika arat óriási nagy sikert, ezen kívül a karaoke verseny részeként ilyen érdekes feldolgozásokat hallhat a közönség, a zene az eredeti, a dalszöveg az pedig élőben előadott, ami időnként eltalálja az eredetit, időnként pedig nem, de a gyerekek nagyon élvezik. Itt az iskola előtti részen pedig vizes játékok vannak, arcfelismerő verseny van. Én azt gondolom, mindenki megtalálja a maga szórakozását. Ez volt a mai célunk. Igazából 2 hét van vissza, az osztálykirándulásokra kerül sor, a pedagógus napra, és június közepén, 16-án, illetve 17-én már sor kerül az évzáró ünnepségekre, illetve a ballagásokra. Utána pedig indul a táborozás időszaka. Szerencsére ebben az időszakban is nagyon sok tanulónk van, aki jelentkezett a nyári bélatelepi táborra, közel 90-en, illetve hasonló számban a várai táborozásra, illetve terveink szerint 2 hét Erzsébet táborozás is megvalósul itt napközi tábor jelleggel az intézmény épületein belül. A nap folyamán a gyerekek olyan programokon vettek részt, ahol előtérbe került a csapatmunka, és a lexikális tudásukat is kamatoztathatták a számukra szervezett programok alkalmával. Karaokéztunk, fociztunk, vagy kosaraztunk, célba dobtunk, krétáztunk,
szépségsarokban voltunk. Látom, mutatod a kezed. Hát én kifestettem a körmömet, meg a hajamat is megcsináltattam, és igazából nagyon jó ez az egész nap. Mitől jó ez a mai nap? Hát az, hogy együtt vagyok a barátaimmal, meg hát szeretem a gyereknapokat. Mi az, amit ma még ki fogtok próbálni mindenképpen? Hát... nem tudjuk. Én még amúgy nagyon szívesen visszamennék karaokézni, csak nem lehet. A lehetőség persze mindenki számára adott volt, de hogy a sok diák közül mindenki sorra kerüljön, így csak egyszer ragadhatott egy-egy csapat mikrofont a kezébe, amit nemtől függetlenül örömmel próbáltak ki a fiatalok, hogy a fiúk milyen programokon vettek részt. Focin, kosáron, karaokén, nagyon jó volt. Hát futottam egy kört itt, aztán van egy tetkóm itt. Melyik volt a legjobb program? A karaoke. Mit énekeltél, miért éppen az? Hát a Valmártól az Úristent, mert annak tudom a dalszövegét. Sok minden van, és hát lehetett focizni, meg hát az volt a legjobb, hogy lehetett karaokizni is, meg hogy csináltattam egy tetkót, meg futottam ott egy kört, és... Mi lett a foci meccs eredménye? Hát 2 gólt rúgtam, és kaptam érte nyomdát. Fociztam, kosaraztam, csináltattam a tetkót, meg hát a barátaimmal játszottam. Mi a legjobb a mai napban? A foci. Miért? Hát mert egyrészt azért, mert nagyon szerettek, és másrészt meg mert 4 gólt rúgtam. A lányokat is lekötötték a számukra szervezett programok, a karaoke osztatlan sikert aratott az iskola diákjai körében. Nekem az ugróvár volt a kedvencem, meg az éneklés. Mit énekeltél? Hát az erdő közepében járok, és a zöld erdőben, zöld mezőben. Miben más ez a mai nap, mint mondjuk egy sima suli nap? Hát, nagyon sokat játszunk, és... mindenki vidám. A kültéri programok jól átmozgatták az ifjúságot, amit ők egy cseppet sem bántak. A Bonyhádi Általános Iskola egy újabb, felejtetetlen gyereknappal ajándékozta meg nebulóit. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!